Sziasztok! Varga Tiborral mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Sziasztok! Tibor az autóvizsgálat.hu vezetőjeként használt autó átvizsgálással foglalkozik, az értékbestől szintén, csodálatos együttállás ez a csillagoknak. Ilyeténképpen bemutatjuk nektek ezt az R53-as kódélű Mini Cooper S-t, ugye nem R50-es, mert ez nem egy izé van, vagy ilyesmi, hanem egy Cooper S, gyárilag is már a 163 lóerős kompresszoros motorra, és amikor ezt az autót elhozta Marcel a tulajdonos, akinek köszönjük szépen a itt létet és a részvételt is, megdöbbentünk, hogy milyen régi ez az autó, és mennyire nem látszik rajta. Ha valaki nem ismerné a típust, és nem tudná, hogy ez a 2003-as autó, akkor szerintem simán eladhatnánk neki úgy, hogy ez egy mondjuk 10 éves autó. Kicsit fel is van pimpelve optikailag, szép kerekekkel, krómozások lefeketítve, de nagyon jót tesz ennek az autónak esztétikailag, és tényleg ez egy igazi ikon, tehát van stílusa az autónak, de sajnos megvan a fekete leves is. Tehát aki ilyen autót vesz, az számítson rá, hogy azért ez belül kicsi, kényelmetlen, nagyon rázafutóművel, mert bazikemény, tehát megvannak ennek az autónak a hátrányai, néha az alkatrészellátás nem olyan, mint kéne, azért minőségben sem, fenntartásban sem egy Toyota Yaris, tehát hogy kompromisszumokat kell hozni, hogyha veszel egy ilyen autót, de valahol megéri, imádni fogod. Kevés gyártó találta el annyira ezt a retro életérzést, mint a Mini, se a Volkswagen, a Beetle-lel, se semmi nem találta el ezt a stílust, viszont a Mini az abszolút átadja azt a régi Minis életérzést, akár vezetésben, akár dizájnban. Ha már szóba került, akkor emeljük ki az autó forma tervezőjét, ugye a vezetését Gerd Volker Hildebrandt végezte, egy német úriember, aki szerintem tényleg mestermunkát végzett, tehát a Ford Thunderbirdtől kezdve végignézzük a retro autókat, a Citroen C3 Pluriel-en keresztül semmi nincs, ami ennek valóban a nyomába érne. Annyira brit az autó, hogy innen olyan jobboldali lábtérből nyílik a motorházfedele, és utána csak arra kell figyelnetek, hogy ne itt a rácsnál nem emeljétek meg, hanem itt a lemeznél nyissátok föl, amiben két teleszkóp segít. Egyetlen hátránya, hogyha sima izzós a lámpánk, a lecsukásnál olyan rezgés éri, hogy viszonylag gyakran kell izzót cserélni. Speciális légbeömlőjének itt valóban értelme van, hiszen az itt beáramló levegő így tud keresztül áramlani az intercooleren, tehát valós légbeömlő van, nem csak a dizájn miatt csinálták. Térjünk ki arra, hogy még az autószerelői korszakodban mennyire örültél volna annak, hogyha meghoznak egy ilyet akár mondjuk láncfeszítő cserére. Szóval borzasztóan zsúfolt az autó orra, nagyon kis helyre van minden összetömörítve, és az is egy sajátossága ezeknek a miniknek, hogy főleg a 17-es felnével vagy aki 18-ast rárak, annyira durván üti a kemény rugózás miatt a tornyot a futómű, hogy bizony-bizony szükség lehet egy ilyen kis közbetét beépítésére, hogy jobban elosszátok a nyomást, mert ezek a tornyok veszélyeztetettek ezekben az R53-as minikben. Amikor be akartak hozzánk hozni egy ilyen autót a műhelybe, hát mindig kivert minket a víz, mert gyakorlatilag agyon van zsúfva a motort, ugye egy nagyon kompakt kis helyre kellett ide bezsúfolni kompresszort, intercoolert, mindent. Szörnyű szerelni egyébként, majd felemelve mutatunk olyan megoldásokat, amik látszik, hogy tényleg nem biztos, hogy átgondolta a mérnök, és nagyon nagy szívás tud lenni a javítás. Ha már itt a motortérben kotorászunk, akkor ugye a motortartó bakok azok bizony hibaforrás jelentenek ezeknél a miniknél, rossz esetben kettőt kell cserélni, jobb esetben pedig csak egyet. Nagyon fontos, hogy ebben a motorban legyen rendesen olaj, ugye változó vezérlés, és ahhoz is szüksége van a motorolajhoz, ellenőrizzétek a szintet, ez egy tényleg nyüstölt, hajszolt autó, oda kell figyelni mind a folyadékháztartásban, olajra, vízre, mind a kettővel lehet gondolni neki. Így van, és hogyha minibe gondolkodtok, akkor ne gondoljátok azt, hogy nem jó venni öreg minit, ugyanis ez a motor még nem a hírhet pénzmotor, amivel tényleg nagyon sok szívás van, meg probléma van. Sokkal tartósabb, megbízható erőforrás ez a régebbi motor. És egy viszonylag bevált típus, kényes az olajminőségre, de így ezt leszámítva egyébként olyan oltári nagy problémák nem szoktak lenni, ahogy említetted, a vezérlés állítása az elhasalhat, de ezen kívül más problémák, különösebb típus problémák nem szoktak lenni, sokkal-sokkal megbízható erőforrás egyébként, mint a későbbi pénzmotor, ami tényleg szívás volt. Nyilván 2003-as autót azért fényeztek már pár helyen, kicsit látszik is, hogy annyira nem sikerült jól, itt mattabb, tehát most mondom előre, hogy itt vastagabb lesz a rétegvastagság, és láthatjuk is, hogy itt azért ilyen méregetünk 1400-1500 mikronokat, valószínűleg ebbe a vonalba volt végighúzva az autó, tehát itt volt egy meghúzása, viszont nem ez a lényeg, mindenki megijed ettől, az a lényeg, hogy maga a vászszerkezet ne sérüljön. Tehát ha itt benn megmérjük a doblemezeket, itt gyári legyen, és ugye látható 85 mikron, látható, hogy bárhol mérem,
gyári a réteg vastagság. Tehát itt tulajdonképpen annyi történt, hogy végighúzták az oldalát. Viszont, hogyha valakinek ezt elmesélitek, hogy 1500 mikron mértem egy autón, akkor dob egy hátast, hogy Atya Úristen Jézus Mária. Ilyenkorú mindig ilyen 1,5-2 millió forintért vannak, ne várjunk el tőle sérülésmentes karosszériát, meg ilyenkorú autót úgy általában ne várjunk el. Tehát az, hogy itt volt egy meghúzás, megjavították, na bum. Egyébként szerencsére nem is az ajtón van nagyon vastag gitréteg, ezért várhatóan nem fog megrepedni, de persze bármi előfordulhat. Sok szempontból különleges a Mini technikája, az egyik a hátsó futómű, ugyanis a kis kategóriában mondjuk egy Honda Jet leszámítva meg a Minit nem nagyon talált egy független hátsó futóművet, ennek az autónak viszont oldalanként ugye három lengőkaros teljesen független futóművel van. A másik érdekesség viszont valaminek a hiánya, konkrétan a kipufogó dobok hiánya, ugyanis ezzel az autó alól már elfogyott. Egy teljesen nyitott rendszert tettek fel, nyilván a katalizátor megmaradt, de az azutáni rendszer az nincs meg, ez egy dupla hátsó kipufogódobos rendszer lenne, tehát mind a két oldalon egy-egy kipufogódob lenne, hát ennek az autónak már nincs, csak egy cső megy végig, ezért van annyira morcos hangja, amit hát mindenki eldönti, hogy tetszik-e neki vagy nem. Rátekertek egy hőszigetelő bandás szalagot a kipufogóra a hőleadás miatt, hogy minél kevesebb hő érje a karosszériát. A másik, ami feltűnő az autón, hogy korához képest kimondottan kevés rozsdát találhatunk, tehát nagyon szép a padlólemez. Nyilván vannak rajta felületi rozsdák, de hát ne felejtsük el, hogy ez az autó 2003-ban látta meg a napvilágot. Ami viszont rozsdásodik, és tipikus Mini probléma, erre nagyon figyeljetek oda, hogyha Minit vásároltok, hogy a fémfékcsövek szeretnek elrohadni, itt is jól látható. Megnézitek a küszöbölyet, ezért ez egy 19 éves autó, tehát bár minden 19 éves autónak így néz neki a padlólemezet. Nagyon kellemetlen javítani a Miniket, hát az est az még inkább, mert agyon van zsúfolva. Ha le kell venni valamiért a lengőkart vagy a lengőkart szilemblokkot, valamiért a tervező jó ötletnek tartotta, hogy a csavart így oldja meg. Egy centire van a padlólemeztől, amiben azért jó, mert emiatt az egy csavar miatt le kell venni az egész segédkeretet, hogy le tudjátok venni a lengőkart. Innen is csókoltatom egyébként a mérnököket. Jól látható, hogy a szervócsőből folyik a szervóolaj, illetve az olajteknő tömítésétől is folyik némileg az olaj, de hát ez megint csak egy bocsánatos bűn egy ennyi idős autónál. Nagyon teljesen száraz motoros Minit, én nem is tudom, hogy láttam-e mostanában. A kormánymű egy elektromos rásegítésű megoldás, ami fölött nem messze a kipufogó megy keresztül, ezért főleg az S változatokban túl szokott melegedni, pontosabban túl melegedett a kormányműnek az elektronikája, és tönkrement. Erre azt találtak ki utólag tulajdonképpen a gyár, hogy felszereltek egy ilyen ventilátort, ami olyan, mint kb. A számítógépetekben van, és ez hűti tulajdonképpen a kormányművet vissza egy olyan szintre, ami már elviselhető neki. De egy iszonyat béna megoldás, mert egyébként itt a vizet, sarat, mindent kap a ventilátor, kavicsot, zsiráf, minden megüti, tehát 600 ok van, ami miatt tönkre mehet ez a ventilátor, és ha megáll, akkor túlmelegszik a kormánymű, ki lehet dobni. Nagyon fontos, hogy ezt a kormányszervó szivattyút, ha már túlmelegedett, megdöglött, akkor ventilátorral együtt cseréljétek, vagy legalább a ventilátor működő képességére ügyeljetek előtte, mert sokkal drágább hibát lehet megelőzni egy ilyen apróságnak a megjavítatásával. Na, jelenleg ezek a hibakódok az autó vezérlőiben, de nézzük végig őket. ABS vezérlőegységben van két hibakód. Kormányszögjeladó hibakódot dobott be hibának. Ez elképzelhető, hogy nincs feltanítva. Ilyenkor annyit kell tenni, hogy a kormányt végállásba el kell tekerni, kicsit tartani kell, másik irányba el kell tekerni, kicsit tartani kell. Ez szokott általában egy szervizben 80 ezerbe kerülni, mert azt mondják, hogy eladót cserélnek. Indultunk 291.445 km után ezzel az R53-as Mini Cooper-essel. Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy volt egy Dirk Nowitzki nevű kosárlabdázó, aki a Dallas csapatában csinált európaiként egészen egyedülálló karriert, és ő 213 centisen be tudott ülni a Minibe, ami ennek az autónak az egyik legkülönlegesebb vonása. Tehát jól lehet, csak 3,6 méter hosszú, elképesztően nagy benne az ülésállítási tartomány, tehát én ugye 1,90 magas vagyok, és még ennyivel hátrébb tudom tolni magam után az ülést. Ugye lejjebb már nem megy sajnos, de
hihetetlenül tág benne az ülésállítási tartomány, és mivel lent van a szék, ezért a fejtér is kifejezetten jó, tehát nagyon-nagyon magas emberek is nyugodtan kezdjétek el nézegetni a minit, mert bele fogtok tudni férni, azzal együtt, hogy mögöttetek aztán nem ül már senki. Erős elsőkerekes autókban nagyon-nagyon nézzétek meg, hogy milyen állapotban vannak a hajtóféltengelyek. Tehát, hogyha nem is padlógázzal kell alátszedett kormánnyal körbeforgatni, hogy a szegény tulajdonos kétségbe essen, de azért kikanyarodáskor adjatok egy-egy nagyobb gázt jól alátszedett kormánnyal, hogy csörög, ropog, kopog-e valami, mert ez bizony ezeknél az autóknál egy fogyóeszköz. Sokak számára Mini egy ilyen kis ilyen cuki herceg lányautónak tűnhet, ennek ellenére kifejezetten feszes, férfias, nagy erővel, azok csak a váltója, szigorúan, szorosan jár a kormány, nagyon-nagyon pontos. Minden kis követ megérzel, amin átmegy a kerék, borzasztóan jók a visszajelzései ennek a kormányműnek, tehát kifejezetten sportosra megcsinálta a BMW ezt a Minit. Minik belseje sajnos eléggé lepusztulni az évek során, de ez a példány valahogy viszonylag jó karban megmaradt. Nyilván itt vannak itt-ott kopások, és egy 19 éves autónál egy ilyen váltógomb, vagy ezek az apróságok szerintem elférnek, nekik zavar az újrafesti, kicseréli, de alapvetően ez szerintem egy viszonylag jó karban megőrzött Mini belső tér. Figyeljetek nagyon a Minik, főleg a Cooperesek hőháztartására, mert bizony itt nagyon könnyen túlmelegszik ez a motor. Rengeteg olyan pontja van a hűtőrendszernek a termosztát háztól a vízcsöveken keresztül, ahol veszíthet hűtőfolyadékot. És tényleg nézzétek ne csak az olajat, hanem a vizet is ebben. Akkor is, ha nem turbós autó, hanem kompresszoros, ezt nagyon figyeljétek, mert a túlmelegedéssel ezt a motort is meg lehet tölni, pedig tulajdonképpen alapkonstrukcióját tekintve egy tényleg áttalált és sokkal-sokkal tartósabb motor, mint az utódában elhíresült Prince 1.6-os turbó. Mindig ugyanott veszük fel az autókat, és itt mégis, mint hogyha az ezerszer bejárt útvonalon, mint hogyha háromszor akkorák lennének a kátyuk. Tehát nagyon kényelmetlenül rugózik a Mini. Futóműre nagyon egyben van az autó, a teljesítménye nekem egy kicsit kevesebbnek tűnik, mint a 163 lóerő. Elvileg 7,4 másodperc alatt volna 100-on, de szerintem ezt az értéket nem hozza, ezt azonban csak egy teljesítménymérés mutatná ki. A hangja viszont zseniális. Kompresszortól alapvetően nem kell félnetek, tehát nyilván kicserélni drága, de alapvetően egy megbízható és jól működő alkatrész, és nagyon-nagyon hangulatos a sivítása, nagyon sokat hozzátesz, akkor is, hogyha nem egy V8-os Range Roverben veretitek, hanem egy 1.300.000 forintos 1.6-os Mini Cooperesben. Remélem, hogy sikerült átadni erről a Miniről, hogy egy nagyon lelkesítő, nagyon komoly élményt adó, tényleg nagyon jól vezethető, iszonyú sportos és vagány autó, de azért költségekkel, kiadásokkal, és hát anyagi szempontból némi fájdalommal is jár a fenntartása. Téged mennyire győzött meg ez az R53-as Cooperes? Hát én külön választanám, én nagyon szeretem ennek az autónak a stílusát, mondani valóját, ízlésességét. Legalábbis kívülről, belülről már sokkal kevésbé szeretem a rossz minőségű műanyagokat, meg a többit, de a maga a stílus az bejön egyébként belülről is. Ez a konkrét autó, ahhoz képest, hogy 19 éves autóról beszélünk, kimondottan jó állapotú, de az nyilván vannak rajta megoldandó feladatok, de semmi olyan, ami miatt egyébként egy ilyen autót ne vennék meg. Tehát ennél jobb állapotú autót 19 évesen úgysem nagyon fogtok találni egyébként, úgyhogy én simán megvenném, ha ilyet keresnék. De így, ahogy te is mondtad az előbb, azért aki ilyet vesz, az készüljön fel a magas alkatrészárakra, a szerelő anyázására, az ezzel való költségekre, mármint a szerelő anyázásának a költségeire, meg hát nyilván az üzemanyag fogyasztásra is, ami bőven 10 liter fölött alakul egy ilyen jószágnál. Nagyon kell szeretni egy ilyen Minit, hogy mondjuk fél évnél tovább tartsátok, de szerintem érdemes, nagyon-nagyon különleges, és ezen az ársávon belül ugye ez az autó is 1.300.000 forintra van kitéve ezekkel a felnékkel. Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jó árperérték arányú élményautót kínáltok, amióta a szelikák ugye úgy megdrágultak, meg szétrohadtak, kiestek. Azóta nehéz bármit venni, ami kétajtós és nem egy G-Astra kupé, hanem azért mégiscsak egy kicsit magasabb karátú autó. Köszönjük szépen egyrészt Marcának, hogy elhozta ezt az autót, és nektek is köszönjük a figyelmeteket. Ha szeretnétek még, hogy legyen értékbestő, akkor írjatok nekünk értékbestő@vezes.hu. Küldjetek autókat, izgalmasokat, érdekeseket, jó sokat futott kocsikat, akkor Varga Tiborral az autóvizsgálat.hu képviseletében újra átvizsgáljuk, kipróbáljuk őket, és folytatódhat ez a műsorunk. Ne felejtsétek el feliratkozni. Nyomjátok meg a csengőt, mindenfajta formátumban, Instagramon, egyéb felületeken kövessétek a Vezes, szerintem érdemes, olvassatok is bennünket, és köszönjük még egyszer a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!